Recep Tayyip Erdoğan török elnök bízik abban, hogy az általa vezetett Igazság és Fejlődés pártjának jelöltje nyeri meg Isztambulban a megismételt főpolgármester választást. A szavazást azért ismétlik meg, mert a hatóságok a kormánypárt kérésére érvénytelenítették a márciusi választás eredményét. Akkor az ellenzéki jelölt nyert. A második szavazás szerintem megoldja majd a problémák többségét, társadalmi, politikai és etikai téren is, mondta egy szavazó. Mindenki ellenzi a választási bizottság döntését a választás megismétléséről. Ez nem szokványos. Remélhetőleg a mostani voksolás törvényesen zajlik majd, magyarázta egy másik isztambuli. Az iszlamista konzervatív kormánypárt jelöltje, Binali Yildirim márciusban mindössze 13.700 szavazattal kapott kevesebbet, mint a fő ellenzéki jelölt. A kemalista köztársasági néppárt jelöltje, Ekrem İmamoğlu úgy fogalmazott, hogy az isztambuli szavazás napja a demokratizálódási folyamat helyreállításának napja is Törökországban. Ha ő győz, akkor az AKP 15 év után először veszti el a legnépesebb török város vezetését.